Itt is vagyok. Kettőbe kell fölvegyem, nem tudtam egybe mégsem, de ott folytatjuk, ahol voltunk, tehát, hogy milyen tervei vannak az ő meglévő kapcsolatában, mi várható, mit tervez-e ott valamilyen változást, vagy ül tovább a babérjain. Lássuk, milyen tervei vannak a meglévő tartós kapcsolatában. Milyen tervei vannak? Ki jött rá tolvaj, a vágy, a veszteség, a betegség és a házasság lapja. Hát ezek alapján azt mondanám, hogy az a kis fizikai érintkezés, szenvedély, ami ebben a kapcsolatban még megvolt, az is hát úgy tűnik, hogy eltűnő félben van. És egyre betegesebbé válik ez a kapcsolódás. De rákérdezünk arra, hogy mit jelent itt a betegség, és a veszteség lapját. Akartam megkérdezni, hogy milyen veszteség az, amit ő tervez. Milyen veszteség, vagy milyen veszteséggel kapcsolatosan? Kijött rá a kevés pénz és a ház. Tehát az ő tervei között, vagy tervei, gondolatai, a jövővel kapcsolatos gondolatai között úgy látszik, hogy egyre kevésbé lesz fontos számára ez a ház, ez az otthon. Jó. Rákérdezünk a betegségre, ugye az előbb már az jött a nyelvemre, hogy akkor mit jelent itt a betegség. A betegségre pedig kijött a találkozása váratlanul, az utazás és az ajándék. Egy váratlan találkozásról, egy váratlan utazásról szólnak ezek a lapok, ami esetleg egyes esetekben azt jelenti, amit már mondtam, hogy visszaviszi őket azokhoz a stabil érzelmi alapokhoz, ami alapján képes lehet ez a házasság, ez a kapcsolat megújulni. Más esetekben viszont az ő terveiben, párhuzamosan azzal, hogy ez a házasság betegeskedik, vagy ez a kapcsolat betegeskedik, találkozást szeretne, és utazást tervez, egy hirtelen elképzelt utazást. De lássuk, hogy mit tervez mondjuk itt a házassággal kapcsolatosan, vannak-e valamilyen tervei. Nagyon érdekes, hogy akármit kérdezek, hasonló lapok jönnek hasonló sorrendben. Ugye most a házasságra kérdeztem, ki jött rá a katonatiszt, a szerencse és a remény. Hát itt a terveiben annyi látszik, hogy a házasságban a munka a lényeg, hát az a lényeg, hogy abban reménykedik, hogy végre most már beüt a szerencse a munkájában, és lesz pénz, és az éhes embereket a házasságban azt ki tudja elégíteni. Hát ez nem annyira jó terv, de lássuk azt, hogy lesz ebből valami. Oké, hogy ezt tervezi, oké, hogy így gondolja, de lesz-e ezekből a tervekből valami, mi valósul meg az ő terveiből az ő tartós kapcsolatában? Mi valósul meg az ő terveiből az ő kapcsolatában? A
következő egy-két hétben a jelenlegi energiák alapján. És ugye, mivel változnak az energiák, ezért akár a jövő héten már teljesen más dolgok lehetnek, ha azt újra megkérdezzük, de mi az, ami a következő néhány hétben ebből a tervekből megvalósul, vagy egyáltalán lesz-e változás, megvalósult változás a pillanatnyi állapothoz képest az ő tartós kapcsolatában? Milyen események történhetnek az ő kapcsolatában? Milyen eseményekre lehet számítani ott? Kijött a gondolata hamissága, a vágyakozás, a kevés pénz és a remény. Hát, itten cselekvőlapok nem igazán jelentek meg, azt leszámítva, hogy folytatódik továbbra is a hazudozás, az őszintétlenség és a gondolkodás, a cselekvés hiánya, a reménykedés, a vágyakozás, a gondolkodás, tehát mind a három olyan lap itt van, ami nem fizikai dologra utal. Ugye a reménynyel a végén azt jelenti, hogy ez még bizony elhúzódik egy darabig, nem mostanában lesz itt változás ebben a dologban, de lássuk, hogy min lesz itt a gondolkodáson. Mi az a gondolat itten? Kijött rá a szomorúság, a bosszúság és a szerelmes nő. Hát azt látszik, ami a legelső sor, vagy a legelső kérdésre is, hogy kijött válaszként, hogy agyal rajta, hogy mi az, hogy ő még mindig szomorú emiatt, a nő miatt, és hogy lehetséges az, hogy nem tud ezen túllépni, és akkor ez ilyen magában lefolytat nem kevés vitát, azzal kapcsolatosan, hogy ilyen nincs. Tehát ilyen nem létezik, hogy egy nő ő rá ilyen hatással van, és biztos azért, mert hogy fizikailag vonzódik hozzád, és ezért lehetséges, de mit csináltál te vele, hogy ő most így érez veled kapcsolatosan, vagy így van, és nem tud elfelejteni, és miért szomorú ő, amikor egyébként meg milyen jó dolga van. Szóval hamis gondolatokkal van tele a feje, és még mindig nem látszik az, hogy ő megpróbálná az érzéseivel egyesülni. De lássuk itt a kevés pénzt, ugye kevés reménye marad, egy kevés remény jelenik meg ebben a kapcsolatban, de lássuk akkor, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Kijött rá a halál, az örvendezés, az utazás és a betegség. Hát kevés remény van arra, hogy itt javuljanak a dolgok. Ugyancsak az elején kijött ott is, hogy ugyanígy, hogy halál, örvendezés, hogy gyakorlatilag az örvendezések, tehát az otthoni felszínes szórakozás is egyre kevesebb lesz, mert már az sem lehet így megélni. És egyes esetekben ez bizony egy betegségbe való menekülést, beleutazást jelent tulajdonképpen. Tehát, hogy olyan nagy lesz itt a lelki probléma, amivel nem hajlandó foglalkozni, hogy egyes esetekben itt fizikai megbetegedésre is sor kerülhet. Valamelyik ki részéről, vagy a társ, vagy pedig a két részről is érintett egyennél lehetséges ez, hogy már ez olyan mértékeket ölt ez a reménytelenség,
ez a lelki probléma, hogy fizikai megnyilvánulása is lesz. De hát ugye kérdés az, hogy ilyen esetben rájön az ember, hogy ettől lesz beteg, mert hogy legtöbb esetben nem is jövünk rá, amikor betegek vagyunk, például fáj a torkunk, hogy kimondatlan dolgok miatt, vagy pajzsmirigy problémáknál kimondatlan, magunkba rejtett dolgok miatt vannak igazából pajzsmirigy problémáink, vagy hogy gyulladás a testünkben, Hashimoto, például visszatérve a pajzsmirigyre, ott is az is ilyenből ered. Jó, akkor megnézzük most, hogy az új kapcsolódással ő vele milyen tervei vannak a következő néhány hétben ennek az illetőnek, aki két oldalról is érintett az vágyait illetően. Neki milyen tervei vannak az új kapcsolódás felé? Kijött rá a katonatiszt, a gondolat, az állandóság, az üzenet és a tolvaj. Ami azt jelenti a számomra, hogy ő állandóan agyal, állandóan reggeltől estig, estétől reggelig azon agyal, hogy távolság van köztetek, hogy mi ez az egész, azon agyal, hogy hogyan tudnátok beszélni, mert hogy ugye sok esetben nincsen kommunikáció, ezt hogyan oldja meg. Jó. Lássuk, hogy itt mit lehet tudni a gondolatról. Megint rákérdezek a gondolatra. Veled kapcsolatosan milyen gondolatok járnak a fejében. Kijött rá az özvegyember, a levél és a hűség. Veled kapcsolatos gondolatai közt nagyon hangsúlyos az, hogy ő egyedül érzi magát, nagyon hiányzol, nagyon szeretne beszélni veled, és ez beleette magát. Tehát ugye kijött itt is az üzenetnél is azt, hogy beszélni szeretne, a levélnél is, hogy beszélni szeretne, az állandóság a gondolattal, ez mind azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akarna veled beszélni. Lássuk akkor, mit jelent itt a tolvaj? A tolvaj mit fog ő elvinni, vagy hozni? Kijött rá a féltékenység, az ajándék és a gyermek. Fél. Nagyon fél, hogy elveszít téged. Nagyon fél, hogy új kezdetbe kezdjen, de egyes esetekben az is lehetséges, hogy ő szeretné elmondani, és azért szeretne veled beszélni, mert szeretné elmondani, hogy egy új kezdetet szeretne veled kezdeni, egy új alapokra helyezett dolgot. Némelyiknél azt szeretné elmondani például, hogy ő rájött arra, hogy ez milyen mély ez a kapcsolat kettőtök között. Ezt keveseknél érzem, de valahogy most ez is jött. Nem szokott jönni, de most jött ez is, hogy ezt szeretné elmondani, hogy rájött, hogy ez nagyon, nagyon mély a kettőtök kapcsolata. Jó, akkor megnézzük azt, hogy ténylegesen mi lesz ebből, a tervből mi lesz, mi valósul meg, mi az, ami meg fog valósulni, mi az, ami meg fog valósulni a tervből? Mi fog megvalósulni?
ebből. Tehát, hogy a következő néhány hétben az új kapcsolódás és a két felé érdekelt között ténylegesen mi várható, mi fog történni, milyen történés, tényleges történés várható köztük. Ténylegesen milyen történés várható az új kapcsolódás és az érintett személy között. Hát kijött rá a halál, a bíró, a bosszúság, az ajándék és a szerencse. Hát nagy változásnak nézünk elébe, úgy látszik. Mert egy olyan ez, mint a, most nekem az igazságszolgáltatás jön be a bíróról, és nem is annyira a döntés, de mint ahogy az égi, vagy az élet igazságszolgáltatása avatkozna be itt a dolgokba, és olyan helyzetet fog teremteni, vagy olyan helyzet teremtődik, amiben lesznek viták. Az sem biztos, hogy köztetek, hanem valahol máshol súlyos viták kerekednek, és ez valahogyan pozitívan hat erre a kapcsolatra, tehát, hogy a középső személy és az új kapcsolódás közötti fennálló kapcsolatra, erre pozitív hatással lesz. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt a halállapja? Mire vonatkozik itt a halállapja? Mit akar, mit jelenthet? Hát igen. Kijött rá a hűség és a szerelmes nő. Vele kapcsolatosan lesznek változások, de a hűsége, a szerelme, azt megmarad. Lássuk, hogy mit jelent itt a bíró. Tudunk-e meg erről valamit? Tudunk-e meg a bíróról valamit? Oho, kijött az özvegyember, a szerelem és a hamisság, és ebből nekem most valahogy az jön, hogy ez a bíró lapja arra... Tehát úgy lesz itt igazságszolgáltatás, ugye az előbb azt mondtam, hogy nem akar tudomásul venni, amikor a tudatalatti érzéseit megkérdeztük, és ott mondtam, hogy nem akar tudomást venni arról, hogy itten ő benne mély érzések vannak. És itt nekem most a bíróra, ami kijött, az azt mondja, hogy ráébred arra, hogy micsoda hazugságba áltatta ő magát, hogy milyen mélyen hazudott ő magának ezzel a kapcsolattal, tehát veled kapcsolatosan, vagy az új féllel kapcsolatosan. Megtudhatunk itt valamit a bosszúságról, tehát mit jelent itt a bosszúság? Kijött rá a találkozás, a pénz, a levél és a szomorúság. Igen, tehát itt megint tervben van nála, nagyon-nagyon-nagyon szeretne találkozni, nagyon szeretne beszélni, és egyes esetekben amiatt lesz bosszúság, hogy nem sikerül, más esetekben ugyan sikerül, de hát veszekedésbe torkolhat. Ugyanakkor itt van az ajándék és a szerencse lapja a végén, és szokták mondani, hogy minden jó, ha a vége jó. Hát itt is nagyon jó ez a két lap itt a végén, ez nagyon jó lap. Úgyhogy én úgy látom, hogy nagy esély van arra, sokatoknál, hogy ebből a ebben a felállásban,
lesz találkozás, lesz beszélgetés, és valahogy az eddigiekhez képest sokkal jobban alakulnak a dolgok. És akkor most megkérdezném még azt, hogy te ebben a helyzetben mit tanácsolnak a lapok, hogy te, aki nézed, mit tegyél te, aki nézed ezt, hogy mit tanácsolnak a lapok, mit tehetsz te a saját életedben azért, hogy neked jól alakuljanak a dolgok, és független ettől a kapcsolattól, mert lehet, hogy ha a saját életedet egyengeted, az viszi előbbre a kapcsolatot is, ezt mi nem tudjuk, de azt igen, hogy a tanács az megfogadható, vagy nem, és ez a te döntésed, jó? Tehát, hogy akkor az a kérdés, hogy most neked mit tanácsolnak a lapok, mit tehetsz te ebben a helyzetben, hogy neked a lehető legjobban alakuljanak a dolgaid? Mit tegyél te ebben a helyzetben? Ki jött rá a lóhere, a férfi főszemély, a lilium, a fa és a torony. Ezek pont arról beszélnek, amit épp itt közben mondtam, hogy te a saját szerencsédet kovácsold, és a férfi főszemély az ide fog találni. A lilium az a másik kártyából a találkozás lapjával harmonizál. Tehát, hogy itt is azt mutatják a lapok, hogy meg lehet, hogy itt lesz találkozás, de te magaddal, a saját életeddel törődj, magadat erősítsd, és próbáld észrevenni, hogy mik azok a dolgok, amelyekkel te magadat körülveszed. Milyen berögződéseid gyerekkorból, vagy a szüleidtől, vagy bárki másról származó olyan elvárásaid vannak a férfi felé, vagy bárki más felé, ami mondjuk megakadályozza azt, hogy te egy kellemes kapcsolatot élhess meg. És ehhez mondjuk ezt először magadban kell megkeresni, ennek a gyökerét, ennek az egésznek az okát, hogy miért van ez így, miért vagy például egy hármas kapcsolódásban, és miért nem egy teljesen független hozzád való partnert keresel, és ha ezt így megkeresed, és elkezdesz rajta mondjuk változtatni, vagy kideríteni, hogy honnan ered, akkor nagyobb eséllyel van annak, hogy például ez a férfi főszemély, aki lehet ez is, az a hármas kapcsolódásos, de lehet egy másik új személy is, tehát ő be tud végre jönni az életedben, és meg tudja neked adni azt a stabilitást, azt a szenvedélyt, azt az élvezeteket, amire te vágysz, és amit szeretnél. Úgyhogy a mostani tanács az akkor arról szól, hogy nézd be a börtönödben, nézd körül, nézd meg, hogy miből épültek a falaid, és hol szedted össze, miből tevődik össze, és próbáld meg egyesével lebontani, vagy találd meg az ajtót, találd meg a kijáratot. Hát ennyi.
lett most ez így mára. Remélem, hogy sikerült mindenkinek valami jót adni, mondani. Köszönöm, hogy itt vagy, megnézel, hogy itt voltál és megnéztél. Köszönöm, hogy lájkolsz, feliratkozol. Köszönöm, hogy olyan sokan feliratkoztatok, nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Elolvasok minden egyes véleményt, megjegyzést, amit írtok, úgyhogy nagyon örülök, hogy megosztjátok velem. Van, amelyikre válaszolok, és akinek nem válaszolok, azt is elolvasom, de sok esetben nem biztos, hogy egyet értek a kommentel, és de ez csak az én véleményem. És nem vagyok benne biztos, hogy ez nekem a véleményemet meg kellene osztani, úgyhogy nem azért nem válaszolok, mert hogy nem érdekel, amit írtok, hanem azért, mert hogy csak. Köszönöm, hogy itt vagytok. És minden jót kívánok mindenkinek, és remélem, hogy nagyon-nagyon jól alakulnak a dolgaitok. Sziasztok!